gyerekekkel, igen. Gyerekekkel! Már a kíváncsi vagyok, mi van. Majd meglátod! Eddig oké. Yeah.
amit terveztünk a mai estére, a sikerült, legyőztük a gonosz varázslót, akit nevén nem illetünk, és Mennydörgő felébredt nekünk. Innentől kezdve az iskolába csak móka és kacagás legyen, senki sem szomorkodik, ha esetleg egy rossz jegy becsúszik. Hát, ilyen a diákére. Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és még sokáig emlékezni fognak erre az estére. Nagyon jól érzéssel tölt el bennünket. Nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, hogy egyre több segítséget kapunk külsős személyektől. Ki így, ki úgy tette hozzá magát a mai rendezvényhez. Ez a mai nap sem jöhetett volna létre a segítségek nélkül. Szeretnénk köszönetet mondani mind a díszletért, mind a tombola felajánlásokért, mind a fáradozásokért. Én úgy gondoltam, hogy ez a mai este elég sok segítséget igényelt, ezért szeretném név szerint is, illetve szervezetek szerint is megköszönni a segítséget. Nagy segítséget kaptunk a Petneháza önkormányzatától, polgármesterasszonytól és a képviselőtestülettől. Köszönjük! Szigeti Béla bácsinak, Pásztor Imrének, Pap Mariannának, Garami Sándornak, Miró Attilának, Sebő Katillának, az iskola dolgozói közül Gyüres Szilviának, Hegedűs Beátának, Majzernik Krisztinának, Majzer Lászlónak. Diákok is nagyon sokat segítettek, köszönjük a szülők türelmét, akik már leballagtak, de szívesen visszajárnak és segítenek, Kazár Györgynek, Ficsóri Mártnak, Pataki Zsoltnak, Pataki Martinnak, Tócsókának, Szabó Henriettának és a Diák Önkormányzat minden tagjának. A szereplőinknek, Bardi Lilinek, Kövi Eszternek, Tóth Vandának. És hát ugye nem utolsó sorban a támogatásért még egyszer szeretnénk köszönetet mondani a kedves szülőknek, valamint a Petneháza Sport Egyesületének és a Petneháza Ifjúságért Egyesületének, valamint a szülői munkaközösségnek, akik értékes tombola ajándékokkal leptek meg minket. És hát azért végül nem utolsó sorban kedves munkatársaimnak, a tanítónéniknek, tanítóbácsiknak a lelkes munkáját, akik ilyen vidám, mókás műsort állítottak össze, és hoztak el ide nekünk a színpadra. Így az egyik kitűzött célunk a közösségformálás, ismét egy kapocsal szorosabb lett. És reméljük, hogy majd a kicsik a 8. év végére és nagyon jó összetartó, összekovács osztályközösség lesznek. Ha esetleg véletlenül valakit kihagytam volna, azoktól vagy attól elnézést kérünk, de vegye úgy, hogy a köszönet neki is jár. Na de ennyi beszéd után, akkor most már mindenki elvonul majd a termébe, biztos éhesek és szomjasak is vagytok, elfogyasztjátok, és egy fél óra múlva csengő szó jelzi, és idejövünk tombola sorsolásra vissza.